magyarság szívében. Sokan voltak kíváncsiak a vajdasági Pax Romana ünnepi összejövetelére Szabadkán. A magyar tannyelvű tanítóképzőkar amfiteátrumában Nógrádi György is előadást tartott, a magyar biztonságpolitikai szakértőnek pedig kérdéseket is feltettek a résztvevők. Próbáltam elmondani a világ mai helyzetét, az amerikai-kínai orosz stratégiai célokat, Európa helyét, szerepét és a globalizált világban a változásokat. Mit tapasztalt, mire voltak kíváncsiak az érdeklődők? Mindenre, és ez a világon mindent így van. Mi lesz holnap a szlovák választásokon, mi lesz Lengyelországgal, mi lesz az amerikai politikával, és meddig tart az orosz-ukrán háború? A vajdasági Pax Romana civil szervezet 1993-ban kezdte meg tevékenységét. Az elmúlt 30 évben több mint 50 rangos előadás, lelki napok és különféle továbbképzések sorolhatók a szervezet tevékenységi körébe, mondta Paskó Csaba, a vajdasági Pax Romana elnöke. Ezt a tevékenységet szeretnénk a jövőben is folytatni. Én úgy gondolom, hogy a 21. században rengeteg kihívás, kérdés van egy keresztény ember számára, hogy kell élnem, milyen lehetőségeim vannak, kérdések, amelyeket felteszek egyáltalán az identitásom, a keresztény identitásommal kapcsolatos területen. Ezeket a kérdéseket megpróbáljuk különböző módon tehát megközelíteni, rangos előadókkal ezekre a kérdésekre választ adni. A vajdasági Pax Romana az elkövetkező periódusban is aktív lesz. Egyebek mellett előadásokat, hangversenyeket és adventi lelkinapot is szerveznek majd.